Sziasztok! Ezt a hetet is egy könyvajánlóval fogom nyitni. Ő a heti könyvajánlásom. Ugye Maxwell és Dorman. Konkrétan a keresztneveket azt bevallom őszintén, hogy nagyon nehezen jegyzem meg hozzájuk. Ugye általában csak az írót. A címe, hogyan váljunk vezető személyiségé. Amiért ezt a könyvet hoztam nektek, illetve amiért ezt a könyvet szeretem, először is nem kisebb nevek adták hozzá az ajánlót, mint Zig Ziglar, aztán puskáznom kell, Ronnie Floyd, nem tudom mondani nektek valamit. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy igenis Maxwellt nem igazán kedvelem. Nem tetszik annyira a stílusa, viszont feltűnően jó az, amit ír. Tehát maga a tartalma viszont lenyűgöző. Ebbe a könyvbe, megmutatom még egyszer, az a Hogyan váljunk vezető személyiségé. Ebben legfőképp azt taglalják, ugye ketten, alapvetően nem egyedül írta, azt taglalják, hogy hogyan kell egy csoportból kiemelkedni, hogyan kell vezetni valami egységet valójában úgy, hogy azok téged kövessenek, és nem pedig tehát az eszmédet kövessék, és nem pedig a megjárt, kijárt utat. Tehát, hogy hátha érthetőbb, ha úgy mondom, hogy élére állsz egy futamnak, és akkor gyakorlatilag ott te fogod végigvezetni, és az összes pontra kiterjedően te fogod megszabni, hogy merre menjen az a csapat. Ezt azért gondolom most fontosnak, mert szerintem elég zűrzavaros a világ, elég sok behatást fog érni mostanában az embereket, és elkezdenek befele fordulni, befele roskadni magukba, ahol bizony az úgynevezett vezető személyiségek azok, akik meg fogják tudni mondani egy-egy csoportnak, egy-egy halmaz embernek, hogy merre tovább. Na most elég nagy probléma az, amikor az ember kiadja ezt a lehetőséget a saját kezéből, viszont készüljön fel arra, hogy tehát lássa azt, hogy kinek adja ki. Tehát értsük ez alatt, vagy hogy nevezzem, hát elég el fogom vinni a könyvtől a témát. Szóval, ha jön valami hirtelen változás, akkor vannak emberek, akik pánikba esnek, és vannak, akik azonnal tudnak rá reagálni, vagy azért, mert előre gondolkodnak, vagy azért, mert már előre megcsinálták azt, hogy mit fognak rá gondolkodni, és mit fognak rá lépni, és akkor ők lesznek ugye a vezetők. Na most ahhoz, hogy ilyen szintű vezető legyél, ne csak egy lépésig, amíg elmondod, hogy te fogod majd elmondani, hogy lesz, addig jussál, ahhoz viszont szükség van ilyen könyvekre, amik sok-sok-sok lépéssel előre képesek veled megmutattatni, hogy hogyan kell felépíteni egy vezető személyiségnek hogyan kell felépülnie önmagában. Hát nagyon, nagyon kacifántos, ahogy előadtam, de remélem érthető, hogy ez a könyv ez abba segít, hogy előre megcsináld azokat a tréningeket fejbe, illetve vázolt föl magadnak, hogy hogyan kell vezető személyiségnek lenni. Tehát nem van pénzed, és akkor csinálsz egy céget, és akkor te vagy a vezető, oda veszel fel embereket. Itt 10 milliós nagyságokról beszélünk, mert van ilyen. Saját szememmel láttam ilyet, aki azt mondta, hogy most van felesleges 10 millió forint, amelyet egy kicsit több, és jó üzlet van valamiben, megcsinálta, vett fel embereket hozzá, oké, csak mindenki azt csinálta, amit akart, mert nem voltak vezetve. Ha az illető ezt legalább egyszer olvasta volna ezt a könyvet, így jobban, hát sikerült keresztbe mutatnom persze, tehát Maxwellnek a Hogyan váljunk vezető személyiségé, illetve ugye Dornan volt a társszerző, akkor már abba belegondol, hogy elég-e a pénz ahhoz, hogy valamihez kezdjen. Tehát azért, mert valamiben pénzt rakunk, nem biztos, hogy pénzt fogunk kivenni bele, illetve hát ugye többszörözni. Hát meg is nem, hogy is nevezem. Tehát meg is nullázta majdnem a pénzét, alig pár millió forinttal szállt ki az üzletből, és rettenetes nagy kudarccal is közölte, hát ebben az országban nem lehet vállalkozni. De vállalkozni lehet. De lehet még abba az üzletágba is vállalkozom, be ő vállalkozott, mert nagyon sokan csinálják, nem akarok számokba menni, de rengetegen, és szinte mindnek valamennyi haszna azért van belőle. Ő neki konkrétan nem, hogy haszna volt, ugye nem rettenetes nagy kára, és itt a rettenetes nagy az, hogy nem tanult belőle. Tehát nem azt mondta, hogy hülye voltam, nem tanultam, nem kérdeztem ki olyanoknak a véleményét, nem olvastam el egy ilyen könyvet, hanem az, hogy nem lehet ebben az országban vállalkozni. No, hát ezt gondoltam a mai könyvajánlomban nektek elmondani. Ugye még egyszer mutatom, Maxwell és Dornan a Hogyan váljunk vezető személyiséggé című könyvét hoztam el nektek. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, bár elég keszekusza volt a videó, úgyhogy megértem, ha esetleg kevésbé érzed jó videónak,
viszont a lényeget reméltem, hogy átadtam. Ha nem vagy még feliratkozva a csatornámra, meg tudod tenni, ugye a kis harangocskával, ha pedig a hírlevelemre nem vagy még feliratkozva, akkor www.szucstamas.hu, és akkor ugye lemész legalulra, és ott van a hírlevél feliratkozás. Köszönöm, hogy velem voltál, szia!